Sziasztok, én Huberix vagyok, és most elérkezett egy olyan vlog videó, melyben picit a videós karrieremről, életemről szeretnék beszélni, tehát hogy bemutassam, hogy hogyan kezdődött ez a dolog, hány YouTube csatornám volt, és hogy milyen videókat készítettem eleinte, mert melyik volt az a sorozatom, amellyel befutottam, amelyiket a legtöbben szerettek, közkedvelt volt. Tehát az egész videózásom 2014 telén elején kezdődött januárban, mikor is létrehoztam a Little Head nevű csatornám, mely a Sasszem előnevezett nevet kapta, ugye muszáj volt két tag, és akkor kitaláltam a Sasszemet. Ugye ez nem volt olyan jó ötlet, de elkészült a csatorna. Felkerültek rá az első videók, a legelső videó tutorial, vagy ilyen kis trükk bemutatós videó volt, ami egy feonzával készült, az hasonl egy bungócsigához, az egy ilyen játék, na de nem is ez a lényeg, hanem hogy arra a csatornára több videót feltöltöttem, ez Minecraftról szólt, tehát akárhogy is nézzük, tényleg Minecrafttal kezdtem el videózni, ahogy körülbelül most is ezen a csatornán is folytatom ezt a dolgot. Feltöltöttem oda mindenféle Minecraftos videókat, Skype, PvP, CUS bemutató, stb. És akkor eljött egy idő, amikor Lucky-nak építettem egy tankot, szobarféleséget, inkább mondható tanknak, melyet több mint 4000-en megnéztek, maga Lucky is lájkolta, akkor még nem volt olyan sok feliratkozója, körülbelül 100 000 felett lehetett. Na most azt mondom, nem volt olyan sok feliratkozója, hát ez azért nem semmi, ha 100 000 felett, viszont azért tényleg nagyon örültem neki, hogy megnézte, lájkolta, ott a kedvelt videója között megtalálható volt, viszont ez a csatorna letörlése került, mert úgy gondoltam, hogy arra csak azért mentek a feliratkozók, mert hogy Lucky lájkolta azt a videómat, melyben tankot építettem neki, és akkor készült el pár hónap múlva a Huberix nevű csatornám, melyen most is nézhetitek a videómat, december 19-én, abban az évben 2014-ben, és erre is ugyanúgy CUS bemutatós videókat töltöttem fel, nagyon, de nagyon sokáig, körülbelül júniusig, mikor is úgy gondoltam, hogy másféle videókat is kéne készíteni a csatornámon, mert hogy elég kevesen nézték meg az ilyen videókat, melyben bemutattam, hogy egy szerveren hol található a gyémántszert, a diakard, az ópialma és a stb. Cuccok. Ezek a videók erről a csatornáról lelettek törölve, mivel ezek körülbelül jelentéktelenek lettek, de erről is jött körülbelül 400 feliratkozó, hogy én bemutattam a cuccokat. Akkor elkezdtem a Skype PvP sorozatom legelső részt, amit most is megnézhetitek, ez egy zenés videó volt, melyben teljes védelem 4-es összeteten csantoltam a Skype PvP 3-as szerveren, akkoriban még ott játszottam, nagyon jó szerver volt, és ugye ezt is elég sokan megnézték, inspiráltak a folytatásra, és ezt a sorozatot még máig is folytattam, ahogy láthatjátok, már 58 részt is legyártottam belőle, és hamarosan jön a következő rész, mivel szeretitek még mindig, aminek körülök, ilyen videókat töltöttem fel erre a csatornára, voltak ilyen játékbemutatók eleinte, Subway Surfers, Lovely Planet, stb. Játékok, például a Cube-ot is ezen a csatornán mutattam be, amikben még elég furi hangom volt, tehát most sincs olyan vastag hangom, és sosem mondtam ezt, nem is szoktam semmit mondani ezzel kapcsolatban, viszont akkor még tényleg eléggé kezdő videós voltam, mint a Little nevű csatornán is, és hát nem volt olyan sok tapasztalatom semmilyen játékban, videózás terén sem, de most már, hogy videózom napról napra, egyre több tapasztalatot szerzek, amivel előrébb juthatok a videózás terén, és úgy gondolom ez segít abban, hogy szerezek olyan embereket, akik szeretnek, vagy szeretik akár a videóimat, aminek örülök is, és már tényleg vagyunk több mint 8300-an, és tényleg amikor elkezdtem a videózást, sosem hittem, hogy ennyi feliratkozom lesz, mivel ahogy most láthatjátok, ugye 8300 ember, ugye minden videós nullától kezdi, nulla feliratkozó, feltölti az első videóját, senki nem értesül róla, valahol kiadja a videóját, vagy keresőbe, vagy akárhol, megnézi egy ember, az az egy ember megosztja barátjával, az is a barátjaival, és folyamatosan osztódik meg, míg megnézik körülbelül 20-an. Töltött fel a videókat szépen, azok mesélik el, hogy milyen ez a videó, 40, 80, 100, 200, megvan a 200 feliratkozó, akkor már úgy érzed, hogy valamit jól csinálsz, folyamatosan nőnek, mert ugye 200 ember már híreszteli mindenhol, hogy mondjuk milyen videót csinálsz, bár ez is attól függ, hogy milyen a videók, melyeket gyártasz, és akkor egyre több 400, 800, 2000, 4000, akárhogy, és akkor innentől már nem is olyan nehéz a dolog, csak készíteni kell a minőségi videókat, innen már megyünk felfele, ül is sosem szabad abba hagyni, én azt mondom, tehát elején még tényleg nehéz, hát eleinte jön mondjuk több hét vagy hónap alatt mondjuk körülbelül 20 vagy 100 vagy akár 200 ezer egyénlenként eltérő feliratkozó szám, like, és akkor ha mondjuk jön valami pozitív visszajelzés, inspirációt kapsz arra, hogy folytasd, és mindig egyre több inspirációt kapsz,
az, hogy folytasd, és akkor eléred azt mondjuk, mint például Lucky is, hogyha valaki nagyon sokáig folytatja a videózást, vagy nem kell olyan nagy számra gondolni, például 4000 feliratkozó, az is csodás élmény. Én már azt mondtam, 100 feliratkozó, úristen, mennyien néznek, tehát 1000-2000, és akkor így csodálkozok, hogy most is itt vagyok, és tényleg ennyien szeretnek, ennyien nézik a videóimat, aminek örülök. Töltöttem fel a videókat a csatornámra, most van 2016, tehát végigvittem az egész 2015-öt. Erről volt egy-két montázs videó is, amelyben összefoglaltam az ilyen dolgokat, ami azt akarja, hogy zene alatt pár PvP-zés, Skywars, Bedwars, Sky PvP, Kid PvP, olyan sorozatom is volt, csak abba hagytam, de majd lehet, hogy folytatom, még ezt nem tudom. Így kerültek fel a videók a csatornámra, montázsok is készültek belőle. Mindjárt május van, még körülbelül fél hónap, június 15 tanév vége. Ott a nyári szünet, lehet nyári szünetben készíteni a videókat, tehát tényleg menni fog a videózás ezerrel. Remélem, hogy jövőre vagy azután még többen leszünk, még több ember értesül a videóimról, mert hogy én annak örülök, minél többen szeretnek, és minél többen szeretik a videóim, de tényleg azt mondom, hogy nem a feliratkozó szám számít, hanem az, hogy mennyi ember szeret. Tehát ha nekem nem lenne 8000, csak 1000 feliratkozóm legyen, de akkor az az 1000 ember olyan legyen, mint például ti, hogy szerettek meg, stb. Nem lehet elégszer megköszönni, hogy itt vagyunk közel 8500 feliratkozónál, és hogy tényleg ennyi ember értesül arról, amit én készítek, tehát borzasztóan sok ember. Az én településemen körülbelül 16 ezeren laknak, ebből költöznek is el. Körülbelül a fele, mintha követne olyan lenne, tehát tényleg elképesztő ez a szám, tehát tényleg borzasztóan jó, amit én érzek, tehát remélem ti is átéljétek ezt mondjuk velem, és akkor én ennek ugyanúgy örülnék. De ez a videó ennyi lett volna, remélem tetszett, és sok mindent megtudtatok a videózásomról, bár nem tudom, hogy picit hosszúra húztam-e, bár nem hiszem, én Huberix voltam, ha tetszett a videó, jelezd egy like-val, remélem nem voltam olyan unalmas, sziasztok!